Sziasztok gamerek, én itt vagyok, remélem mindenkinek jól telik a napja. A mai videóban visszatérünk az elfeledett tankok videósorozatunkhoz, de még mielőtt ezt megtennénk, szeretnék minden kedves hölgynézőmnek utólag is boldog nőnapot kívánni. Ennek a videónak tegnap kellett volna kimennie, de egy kicsit megcsúsztam, úgyhogy elnézést kérek ezért. És a mai alanyunkat, a, a mai alanyunk a becset 25 t lesz, ezzel a tankafunk egy pár kört és elmagyarázom, hogy szerintem miért egy elfeledett tank, és ja, eze fogunk ma gurulgatni. Ugye láthatjátok itt a felszereléseket, amiket fogok használni, illetve mutatom nektek gyorsan a field modifikációkat. Én ezeket raktam a tankra, itt nyugodtan választhatok malatoknak igazából. Itt a bal oldalt választottam, itt a jobb oldalt választottam, itt szintén a jobb oldalt választottam, itt a jobb oldalt, de itt igazából mehetek a bal oldalról is, attól függ, hogy ti mit szeretnétek, nagyobb DPM-et vagy jobb ezzel lehetőséget, és itt pedig a jobb oldalt a nagyobb látótáv érdekében. Na, de srácok, szerintem guruljunk be a csatákba, és akkor elmagyarázom, hogy szerintem miért annyira elfeledett tank ez a becset, mint, mint, mint amennyire én azt gondolom. Ugye régen ez a tank abszolút dominálta a tier 10 főleg akkor, amikor még nem voltak tier 10 tankok, mivel ez egyszerre volt egy közepes tank, illetve egy felderítő tank is, és igazából az unikumok nyomták a hármas as és ilyen 70-80% tudtak vele hozni, és ö, még a Pro Ligában is nagyon-nagyon sokat játszottunk Becsett, amikor még én is játszottam. Egy nyitott pályákon, mondjuk Cliffen, mondjuk hét tankból hat az biztos, hogy becsett volt, meg volt mellette egy TVP. Tehát régen egy abszolút domináns tank volt, viszont a mostani metában ugyanúgy látni egyet vagy kettőt, de már közel sincs akkora hatása a meccseknek a kimenetelére, mint régen. És ez azért van, mert ugye a mostani Hulda metában, ahol mindenki ül a, a sziklája mögött, a kis dombja mögött, és beütetetlen a toronypáncél. Uh, ilyen szituációban a becsete egyszerűen nem tud mit kezdeni, mert ugye nincs, nincsen páncélotok, az ágyotok az eléggé troll tud lenni. Uh -huh. Ez nem jó, az a, az a light, hogy ott van mindegy, hagyjuk, hogy kitározzon. De aztán még őt fogjuk tudni kitározni. Uh, light tank, te amúgy hova mész? Tehát ha bejött a könnyű tank, srácok, kitározott minket, majd meghalt. Hm. Én ezt egy jó trédnek nek uh, hívnám. Ez, ez már egy tréd. Ugye előbb de mert neki csak három lőszere van. Nem baj, még így is van 980 plusz hp -nk. Pozíciónk az megvan, úgyhogy... Hát nem a, leg, nem a legideálisabb egyébként egy táros elveszíteni a meccselenén a hp de most mit tudok kezdeni, erre nem számítottam, viszont ezt a középső részt mindenképpen uh, szerettem volna elfoglalni. És hát így kivettünk egy T10-es a meccsből, ami talán nem olyan rossz deal. Azt nézem, hogy ezt a t 10 meg tudnám előni valahogy, de szerintem nem. Nem akarok nagyon kimenni, mert ugye itt lehetnek um, TD-k, igazából Iaktíja nem volt még a médium tankok is lehetnek, úgyhogy csak óvatosan akarok itt előre menni. Nézzétek. Körünk egyet. Még egyet belelőnék, de nem lövök bele, mert abszolút eltüntették a csapattársak. Látjátok, pont ezért nem akartam előre menni. Hát 2000 asszisztal, illetve egy lövés és indítunk, ami, ami nem olyan rossz. Ott a TVP is, jó napot kívánok. Van, lövünk egyet. És igazából abban is csak egyet tudunk lőni, mert azt is igazából olyan gyorsan szétkapták, mint dobodáson ápolit. Úgyhogy hát nem tudom, hogy rá akarok-e tölteni, szerintem még nem. Még abba, talán a Skodában lövök egyet, de sajnos a kapáslövés mellé ment. És kérdéses, hogy egyébként itt végig tudok előni. Hmm. Talán itt egyet. Így is van. Jó, most már biztos, hogy újra töltök. És kérdéses, hogy mit szeretnék csinálni. Megyek, melyek tovább erre. Megyek tovább erre, azt talán működni fog. 5-0 az állás. Úgyhogy srácok, egyébként ez a becset, Uh, ugye azért szokták uh, kicsit utálni, vagy nem szeretni az emberek, mert ugye az ágyú kezelhetőség az eléggé me tud lenni, tehát így öt lövésből, ha már ötöt belőttök, akkor az aznap kell elmenni lottót venni, mert nem igazán szokott így működni az ágyú, tehát öt, öt per 4 szoktak lőni a legjobb esetben, 5 per 3-at, az ágyú kezelhetőség az nem, nem, az erősség a tangnak, viszont ugye ki tudtok tárazni 1900-at, ami nagyon király tud lenni, lövünk egyet a Crumbagen, a krambágyában egyébként már lőtt egyet vagy kettőt, de már kettőt is, még egy van benne, kitálazzuk azt is, és szerintem ennyi elég lesz, újra töltök gyorsan, nem akartam bevenni az amx a lövést, Szerettem volna az amx bevenni a lövést. Mert így, hogyha előbb újra töltök, azért az újra és láthatjátok pótkajával, meg minden lilacuccal együtt is még 37 másodperc. És azért gondolkozni kell, hogy mikor töltöttek újra tankotokkal. Hm? hp ba egyébként az ellenfél nem áll olyan rosszul. Tehát nem szabad szóval itt eszetlenül előre mennünk. 50B-1. Kettő lőtt a Conqueror. Mm hm. -hmm. az AMX, az jó. kapkaját a Conquerortól. Nem is spotolt ki a kránvágán? Hogy nem spotolt ki a kránvágán engem? A bokor megvédett volna. Jött ott ül a Conqueror. Hú, a most hitlőszer betöltve. Jó. Egy, talán ennyit megért egyébként, hogy bevegyünk egy lövést, és ki tudjuk tárazni onnan a Krampváget, mert egy nagyon fontos célpont, hogy meghalljon, mert a húldaomba ide, onnantól kezdve ugye nem tudunk vele mit kezdeni, és uh, annak a tagnak meg kell ott halnia. Közben a Conqueror is, meg az e is közel jött hozzánk, ami nekünk ugye pozitív, mert ezzel, a tá ezzel az ágyúval távolra lőni, hát nem a legoptimálisabb. Meg kéne várni, míg lő. Ha lő. 9 másodpercem, így, 9 másodpercem így is úgy is van a töltésemből Lőtt Most meg az e fölött már közel jött Talán most nem néz ki egyébként Tehát gyorsan elhúzom balra, élesen Akkor nem is spotolt ki, ami nekünk kellemes Én is be tudok venni tőlem, de szerintem az beveszi a vtpz 4 itt bizony, hogy lepattant, így mi ki tudjuk tározni egyet. Még egyet, és a csapattársaim be tudják finiselni. És újra is töltök, mert ugye egy e, tárból nem tudom már kivenni ezeket, viszont láthatjátok a, a Thanos egyik problémáját, hogy e, nem olyan sok lőszer fér ebbe a tankba. 30 darab lőszer fér, és igazából nem is blindoltam, nem is nagyon lőttünk mellé ebbe a körbe. És mégis... Van -e egy ötletem, srácok. 18 másodperc a cap és szerintem jönni fognak vissza. Mi lenne, hogyha elbújnék itt valahol? Ha jönnek, akkor ki őket. Vagy szerintem ennyi időt biztos, hogy nem érnek vissza. Ott jön az udes, nekem még 8 másodperc. Vissza 5, 4, 3, de elfoglalták a bázist. pá még egyet tudok lőni. Igen, az az egy még kiment, mert ugye 5 másodperc így megy. Amikor lezárul a és akkor még 5, 5 percig utána lehet lövöldözni. Énként ezt az udás még ki lehetett volna tárazni, és akkor van ellenünk egy TNH, ami egy lövés volt, és azt is ugye bevettem volna, egy lövést is kilőttem volna. Úgyhogy egy egészen jól sikerült kör, ahhoz képest, hogy az elején lejolóztak minket. És a 4400 sebzés, 2200 assist, két kill, top XP, top sebzés, úgyhogy úgy vagyok vele, hogy szerintem ezt a kört jól játszottuk meg, úgyhogy irány a következő. Tehát én nem igazán volt időm, srácok, beszélni a tankról, mert így eléggé pörgött a csata. Üm, ugye a régi metában nem volt ennyi páncélozott, húldalnos tank, hanem azért megvoltak a tankoknak a gyenge pontja, és sokkal több volt, Üm, tényleg nem volt ennyire sok páncélozott, még médium tank sem, nem hogy heavy, Üm, és tényleg sokkal effektív, a pályák kialakítása is sokkal inkább kedvezett a becsetnek, és tényleg abszolút dominál, ha valaki jó játékos volt, Szétszette az ellenfél csapatot, azzal, hogy jó volt a látótávotok, jó volt az átszállásotok, és ugye olyan tűzerőtök volt, ami más tanknak nem igazán volt a játékban, Tehát konkrétan egy tízes tankot majdnem full hp-ről ki tudtok szedni, hogyha beviszitek a, a lövéseiteket, ami elképesztően erős tud lenni. Csak hát ugye most mostani metában, ahogy mondtam már, huldon tankok, jó toronypáncer rendelkeznek, nem tudjátok őket olyan könnyen kitárazni, és valahogy ez így kiszorította a becsetet. Ugye a becset nem lett soha azt hiszem derfelve, legalábbis én nem emlékszem rá, az elmúlt időszakban biztos, hogy nem, azt hiszem buffolva se lett, és szerintem nem is kell egyébként ez, ez a semmit csinálni, mert ez, ez a tank úgy tökéletes, ahogy van, egy nagyon balanszolt járműről van szó szerintem, mert igaz, hogy ki tudtok tárazni egy es tankot, de cserében nulla páncéltok van, az ágyutok az eléggé tud lenni, hosszú a szűkülési idő, eléggé pontatlan tud lenni az ágyú, és tényleg úgy érzem, hogy megvannak azok a hátrányai, amit az előnyeit ugye, az előnyeit kiegyensúlyozzák. Tehát így eléggé egy balanszolt tankról beszéltünk, én úgy gondolom. Itt várok, hogy az ellenfél merre bukkan itt föl. Zart, art nagyon rám van állva, nem is vagyok spotom már. Nézem, az ellenfél nem foglalta el a C1-es pozíciót kéne, a TVP ne spotoljon engem. Most kitárazzuk, egyet. Jó. Hát kicsit több HP-t veszítettem, mint amit szerettem volna. Jó lett volna, csak egy lövés kapok be, de mindegy, a TVP-t kivettük. A TVP nagyon gyorsan táraz, 1,5 másodperc alatt, én meg 2,73, azt hiszem. Egyébként az átütés értéke ennek a tanak nem rossz, a 259 alap, 330-as hit. Ugye a robbanót nem igazán lehet belevinni, mert nem lesz lőszeretek. Az igazából lényegtelen, hogy mennyi az átütésem. A Leopárd van még ott. Ha jönne az STB nekem segíteni, egyébként simán le tudnánk menni arra, és kitároznánk. Megölnénk a, az urat. Csak kérdéses, hogy az STB szeretne jönni nekem segíteni. Gyerünk STB. STB. Go for the Leo. I will help. Tudjátok mit? 900 hp -ja van. hogyha rámennénk. Beveszek egy lövést, maradt 600 hp -m. Aztán, aztán lesz valami. És még egy lövésre veszek be? És még egy lövésre veszek be. Na ez amúgy pazar, pazar, pazar mindenképpen. A Leo nem igazán reagálta le jól a szituációt. És azt kéne csak, hogy ne ölózzanak le minket. Ugye most 25 másodpercig még töltök. Egyébként srácok ezt a becstet most, tehát már régen is, de most a mostani szerintem főleg nagyon jó játékosnak kellenetek, hogyha ki azt szeretnétek használni, mert tényleg egyetlen hiba elég ahhoz, hogy visszakerüljetek a garázsba, pontosan tudnatok kell, hogy hova mehettek be, mikor mehettek be, mikor tárazzatok rá, mert ugye turbó meccseknél ez a 37 másodperces újratöltési idő, ez hát azért eléggé hosszú tud lenni, és tényleg egyszer nyomtok rá rosszkor az újratöltésre, kiestek, mit tudom én, 2000, vagy elestek 2000 sebzéstől. Erre nagyon oda kell figyelni, és semmiképpen nem egy kezdő barátunk. Az egész ág nem kezdő barát, sőt nem is annyira jó. Úgyhogy szokták, szokták kérdezni tőlem az emberek, hogy megérje kiúzni ezt az ágat 2020-on. Kettőben, majdnem 21-et mondtam. Uh, én azt mondanám hogy egyébként, hogy nem. Nem azért, mert hogy a tank rossz, mert egyébként ez a, az a tank az egyik legjátszottabb uh, csodám itt a garázsban. Több mint ezer csatám van belőle a tankérít fiókon. Én imádom ezt a, ezt, ezt a gépszörnyet. Minkét a Kránvágan az meghal, nagyszerű, és mi gyorsan töltünk egyet. Tehát nem azt mondom, hogy azért ne uzzátok ki, mert Hát én szeretném azt mondani, hogy ez a tank, király, puzátok ki, minden oké, és hát akkor a tűzreje van, aminek másnak nem, de egyszerűen nem a mostani metában nem érzem úgy, hogy kompetitív lenne, és hogy megéri kihúzni. Még cv se nagyon használják. Hétvét bajnokságokon talán használják még mindig, de ott is sokkal kevesebbet látok, mint mondjuk annó. Közben egyébként itt gondolkozom, hogy mi lenne a következő lépés, következő mozdulat, Monty? Monty spotolt minket. Monty spotolt ki minket. Mondom, azon lehet én ezt el lehetne kapni. Valahogy, az STB már megy rá. Ha túl közel megyünk ide a széléhez, akkor már ugye az itt ülő tankok meg tudnak minket lőni. Nyilván nem ideális. Ó, Krambágen itt. Mondjuk erre nem számítottam. Az a Krambágen az kifogyott. Az a Krambágen az kifogyott. Jó, igazából bevettünk egy lövést, kicsit, hogyha előbb rámélek, akkor nem vettem volna be ezt a lövést. Ám nem voltam benne biztos, hogy érdemes rámenni, vagy sem, de érdemes volt, mert ki tudtam tárazni, mert ugye nem tud normálisan visszatolatni, így beszorult. Te picit lassú volt az agyam, azért vesztettem el HP-t, de azából még itt sem állunk annyira rosszul. Látom, hogy 430 ú egyébként jön vissza ide a sarokhoz. Nekem még 17 másodpercen van a töltésemből, úgyhogy még csillezünk. A mantikor egyébként mindig ilyen az a probléma, hogy egy lövés vagyok mindennek, és ilyenkor jó, hogyha mondjuk a tankokkal, ugye meghagyjátok a HP-t, mert tegyük fel egy ilyen egylövetű tank ellen, mondjuk a 430-ú, bevesztek egy lövést, és ugye kitározátok szinte teljesen. Hmm. Szóval nem nem szeretném, hogy a mantikor itt megémüljön engem. Látom a 430-út. Nincs is foglalkozik velünk. Ami nekünk jó. Na, segítsünk a manticore Az Artikel szerintem nem fogok elérni. Már még mire odaérek a manticore szerintem már csak ilyen két sebzés lesz. Na, lássuk. Rá ugratni, srácok? Extra style pontokért? Á, nem, túl messze van. Viszont innen le tudom lőni. Így is van. És ennyi volt a mérkőzés. Ismét láthatjátok egyébként, hogy a PCR lőszerből nem maradt egy egész három, tehát hítlőszerre kellett váltanom itt a végén. Annyira idegesítő ebbe a tankba, hogy nem tud eldönteni. Tehát a régi metából úgy szokták vinni a játékosok, hogy 20 APCR és 10 darab hítlőszer. Viszont, a, ahogy mondtam, most egyre több a tank, tehát most inkább úgy gondolom, hogy úgy érdemes vinni, hogy 15 hit és 15 APCR, csak ugye sokszor lesz ilyen, hogy megmarad egy-két lőszeretek, már mondjuk úgy tálasztok rá, és közben láthatjátok itt a csata eredményeket, top sebző, top XP-ként végeztünk, a Mantin 999 XP-t szerzett, de még így is sikerült megelőznünk, és nem is jöttünk egyébként annyira rosszul, bár hogy ott van a 30 ezer a ületésre, úgyhogy valószínűleg ilyen 20, 27 ezerbe jöttünk volna ki. Na de akkor a harmadik csatát e, nyomjuk. És ugye mondtam a lőszereknél, hogy ha úgy töltöttek újra a tankkal, akkor sokszor marad ilyen egy, kettő, három lőszer, tehát nem egy egész tárnyi, amire egyébként oda is kell figyelni, mert sokszor ugye a, mit tudom, a csata hevében ugye elfelejtitek, hogy úr, nem látjátok, hogy oppa, egy csak három lőszert fog betölteni, vagy olyan is volt már velem, hogy itt tudom én, már nagyon intenz volt a szituáció, és betöltöttem, 37 másodpercig töltöttem, egy darab lőszert, mert ugye a játék az nem foglalkozik azzal, hogy te most egy való lőszert töltesz, és akkor annyival kevesebb ideig töltötök, hanem tényleg azt az egy lőszert is 37 másodpercig töltitek be, és um, volt már, egy ez miatt vesztettem mérkőzés, mert egyszerűen nem figyeltem, hogy csak azt az egy lőszert töltöm be, és nem egy egész tárnyit, és előttem egyet lőttem volna a következőt, és így akkor mégsem. Akkor mégse lövöm. Egyébként megpróbálnám az elején elszpotolni az átmenő tankokat. Nem tudom, hogy ez sikerül-e. Az EVR gyorsabb nálam, de... Megnézzük mindjárt, hogy mit sikerül csinálnunk. 14 másodperc van a töltésemből. Válok ide a bokorba. A susnyásba, de egyébként azt látom, hogy az ellenfél vagy nagyon hátul megy az erdőbe, vagy egyáltalán nem jön erre az oldalra. Ami kicsit furcsa. Erre azért szoktak jönni egy-ketten. Lehet, hogy tényleg annyira hátul közlekednek. Bár az elbérünk nagyon agre... Ó, oh, nézzétek ott a leó leó Leo a hosszú úton ment. A felborult. Ó, oh, a hídon felborult. Aha. Így most már minden tiszta. Az elbérünknek kéne egy kis segítség. Egyet. Hát még egyet nem fog tudni lőni. TD-ben. És itt kell elkezdeni gondolkodni, hogy mi a szitu. Egyébként lehetséges lenne, hogy ezt a részt el kéne foglalni gyorsan, mielőtt még az... Jó. Akartam mondani, hogy mielőtt még az ellenfél elfoglalja, de már ott van egy EBR, Tehát a problémák valósak. Már becset is ott van. Mm -hmm. Lehet, hogy előbb kellett volna kapcsolják, de akkor is már ott lett volna az a két tank. A becsetet 7 másodpercen belül ki tudom tárazni egyébként. Na még egyet, ó, az nagyon jó lett volna, hogyha egy. A szóval ment az a lövés. Na mindegy, egy lövést elrontottam arra az LBR-re, ennyit tudtam segíteni a, a meg hát elrontottam egy lövést a becsetre is. Tehát technikailag itt azt kellett volna csinálni, hogy nem, az utolsó lövést nem lövöm el a becsetre, hanem jól becélzom azt a két lövést, és az lbr t már meg tudtam volna ölni. Akkor tényleg nem lenne két könnyű tank, ami futkározik itt a Z4 es körül. Ugye ez egy kicsit az én misplay volt. Várunk, egy picit várunk, várunk. Még 12 másodperc. Ilyenkor egyébként gáz. Tehát ilyenkor nagyon gáz, ez az üretöltés, mert láthatjátok, hogy tudnátok segíteni az N4-esnek, de még, még mindig 5 másodperc, még mindig. Hmm, az mellé ment. Már bement. Bement, az minket. Egy lövésre még volt időm. Talán azt még meg tudom píkelni. Jó, uratöltünk, töltünk, srácok. Nem akarok kockáztatni, ugye itt van a háttérben egy grillés. is. Abba most belelövök el egyet az ebr be vagy nem, az igazából lényegtelen, mert így is, is meg fogja ölni a, a zenégyesünket. Mondjuk már vagy hatszor körbeutózták, és mindig, valahogy még mindig él a zenégyesünk. Az zenégyes egy true survivor. Kettő light tank forogja körben, meg szerintem még egy becset is lövi, és még lehet, hogy grille is innen. Úgyhogy jól tartja magát, jól tartja magát a, a 4 Aj, de jó lenne most ki tudnék pikelni arra a becsetre, nézzétek meg. Jó, legalább más kiszedte. Azt gondolom, hogy egy EBR-re rámenni nem biztos, hogy szeretnék, mert nehéz elkapni. Meg ugye lehet szupportja, de nem láttuk hol a Leopard. ugye a grille is lehet, hogy oda tud lőni, úgyhogy nem biztos, hogy nekünk ez a legjobb trade. Szerintem ez blind volt, már nem kaptam spotot. Nem, villant a lámpám. Vagy folyamatosan spoton vagyok, de azt már kétlem. Szerintem ez elbért egy nagyon jó blind lövés volt. Hm. Egyelőre szerintem... Haló? Hát töltök itt lőszerre. Hú, grill lesz potold ki. talált. Nem lövök el még egyet. az visszavonult. A térés, azt egyszer előttük vakon. Azon a heavy tanking nagy része ugye itt van. Ott megy a 268-as. Ezt hol fogom tudni elölni, Valahol ott. Ott trekkeltük. Előbünk még egyet, leopárd mögöttem. Hú, uh, nem tudom, hogy egyébként replikálni tudom-e ezt. Akkor ez az EBR. Nem tudják szerintem, hogy nincs több lőszerem. Leopárt tudja? Most lehet, hogy halott vagyok, de el kell mennem fedezékbe. Elvileg, hogyha ide bejövök, akkor fedezékbe vagyok. Szerintem az ebért nem találtam el, mert akkor volna a bázis. Az egyetlen segítség... Hopp, az... olyan az elbér? Ah, igen, az LBR-t nem találtam el. Az LBR jó döntés hozott, mert, mert kiállt a körül, nem hagyták, hogy betöltsek. Ezt egy picit elrontottam itt, a, itt misplayáltam a dolgot. Lehet, hogy előbb el kellett volna fussak, el kellett volna jönnöm a hevikhez, teljesen megvárni, míg betöltök. Ugye a heavy tankok jönnek vissza a bázisra, és akkor nyilván többen már könnyebben meg fogjuk tudni oldani ezt a szituációt. Ezt egy kicsit misplayeltem itt a végén. Hát tényleg jó sok lövésem mellé ment. Tehát technikailag ennek az LB-nek már halottnak kéne lennie. Mert, tőleg, hogyha ott nem visz a lövést, amikor az enyém körül uh, keringőszek, akkor már easy-péziben meg lett volna. De egyébként amúgy nem állunk annyira rosszul. HP-ben nem a legjobban állunk, de tankoknak pozíció szempontjából azért nem vagyunk annyira vészesen rosszak. Na itt mondjuk a Krambáge helyébe én bevenném a lövést, aztán az ilyes. hét de akkor mondjuk akkor meg egy lövést lennék a grillének. Ájjjjjj. Áj, áj, áj. A grillét ki kéne. Valahogy ki kéne lőni a grillét, mert akkor ugye megszűnik a crossfire. egyébként. Azt a hogy sok hp rajta van az estérvén n ami ugye nem effektív HP, ugye, ugye itt hátul áll, és igaz, hogy tud szupportálni, de igazából most közelharcba kéne a, a, a HP, és az sajnos nincs benne a városba. Én, az LBR ez okosan játszottam meg, amit csinált, mert ugye egyből betolták ezt a részt, ugye a becsettel nem, nem is tudtam ide visszajönni a meccsnek az elején, ab, ab, abszolút agresszíva játszották meg. Talán egyébként van egy blind lövésem a, a TD-re, tehát ez olyan 3800 sebzés lesz, de srácok, nem akarlak untatni titeket, egy vágás fogtok látni, és akkor majd a meccs végén összegzem, hogy mit gondolok erről a becsetről. Itt is vagyunk srácok a mesnek a végén egyébként. Nagyon jól csinálta a csapatom, sikerült lehozniuk a mérkőzést, a kettőet vettünk, abszolút bement, a szétkapott mindenkit. Úgy, tényleg lett egy blánsotunk, már ugye előttük vakon ezt a 268-ast, így 3800 sebzéssel végeztünk, ugye a harmadikak lettünk sebzés alapján, a XP alapján meg ötödik helyen végeztünk. Ezt a meccset több szempontból is rosszul játszottam meg, rossz, rossz volt a pozícionálásom, illetve rosszul is lőttem, illetve célosztam ebbe a körben, úgyhogy legközelebb majd igyekszem erre odafigyelni. De alapvetően azért szerintem egy oszható kör volt, nem volt olyan borzasztóan rossz. Na de, három csatát gurultunk ezzel a becsettel, 4300 átlaggal, ami szerintem, ha vagy valaki ennyi átlagot tud hozni ezzel a tankkal a mostani metába, az már teljesen elfogadható és teljesen jó, és hogy összefoglaljam srácok nektek, ez a becset nekem egy ilyen örök kedvenc tank marad itt a szívembe, amióta bejött a játékba, azóta játszom ezt a, ezt a tankot, Pro ligába, gyakorlókba annyit játszottuk, hogy már felkeltenek, akkor is tudtam, hogy nagyjából így érzés, hogy mennyi idő alatt tölt be, és tényleg borzasztóan sokat játszottam vele, csak ahogy mondtam már soknak nálam, mostani a nagyon-nagyon megváltozott, tele van spemelve, kránvágenekkel, tele van spemelve, eszkonkokkal, vézikkel, a becset nem tud egyszerűen mit kezdeni ezekkel, mert közel menni hozzáik nem tudsz, a, olyan gyorsan betölt, kétszer gyorsabban betöltelek, mint te, téged mindenki be fog lőni, te neked viszont gyenge, a gyenge pontokra kell célozni, viszont gyenge pontokra nem tudsz olyan könnyen célozni, vagy mondtam, lassan szűkül az ágyú, nem is pontos, láthattátok ott, amikor az lb lőttem az elég mellett, hogy az LG-t ról tud lenni, még ilyen felszereléssel, meg ilyen legénység mellett is, illetve pótkajával, Úgyhogy tényleg én azt mondom, hogy a tank még mindig tud brutál lenni, hogyha kaptok egy olyan meccset, ahol tényleg így ki tudtok, eh, tudtok találni olyan tankokat, amivel egy, -egy, -egy tudtok, és gyors kitárasztok, utána elfutok, következő tank kitárasztok, elfutok, akkor mindig brutál mérkőzés lehet vele menni. Csak úgy érzem, hogy egyre, tehát ahhoz képest mondjuk mennyire domináns volt mondjuk régen, ahhoz képest mondjuk ennyivel lejjebb van most. És nem azért, mert a tank lett rosszabb, hanem ugye a körülötte lévő tankok, illetve környezet, pályák, változtak meg. Remélem azért tetszett nektek ez a videó, hogyha igen, akkor ezt egy lájkkal like tudjátok nekem jelezni. Kommentbe írjátok meg, hogy mit gondoltok erről a becsetőt, tudom, hogy sokatoknak megvan, sokatoknak uh, uh, régen kiúzták és azóta játszottátok vele, hogy nektek mi a véleményetek róla, és uh, hogyha nem akartok lemaradni hasonló a, a, a ennek a sorozatnak a folytatásáról, vagy hasonló videókról, akkor mindenképpen dobjatok egy feliratkozást. Ha jövőben is szeretnétek látni, a twitch linkjét megtaláljátok a videó leírásában. Ott nagyon jó hangulat, Scott lenni, jó a közösség, mindenképpen lessetek be. És ha már jó hangulatról beszélünk, akkor meg kell említenem a Discord szerveremet is, annak a linkjét is megtaláltok, a videó leírásban oda is csatlakozzatok, szakasztásat kerestek, vagy csak kérdésetek van, akkor ott nyugodtan fel tudjátok tenni. És hogyha a munkásságomat szeretnétek támogatni itt YouTube-on, arra is megvan a lehetőségetek, ugye csatornataggá tudtok válni, ennek a linkjét is megtaláltok a videónak a leírásában. Én nagyon szépen megköszöntem nektek a kitartó figyelmet, ismét elit voltam, a következő videóban találkozunk. Sziasztok!